Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornán, és ebben a videóban pár ebédet fogok nektek mutatni a teljesség igénye nélkül. Nektek, hogy megmutatom, hogy ezt a vörös babot mihez használom még a csilis babon kívül. Volt itthon ilyen darabolt paradicsomom, mert valamihez használtam, és a feleségben volt a hűtőbe, úgyhogy azt beleöntöttem egy serpenyőbe, tettem bele ezt a babot, és tettem bele fűszereket, egy kis só megy majd rá, bors, egy kis csili, egy kis fokhagymapor, és ezt összerottyantom, és össze fogom majd törni, és torti alapot fogok vele majd megkenni, és akkor én az enyémbe majd csak sajtot fogok tenni, a férjemnek pedig a tegnapi húslevesből a főtt csirke mellett kivettem, egy kicsit befűszereztem, majd átmelegítem, és akkor ő neki ezt fogom még majd beletölteni, és ez lesz a mai ebédünk, de majd látni fogjátok a végeredményt. Akkor össze is állítom gyorsan ezt a tortilla tekercset. Ilyen lett a szósz. Nem turmixoltam le, csak villával összenyomkodtam a babot. Ezzel megkenem. Úgyhogy mindenhova jusson belőle. És megmelegítettem a csirke mellett, úgyhogy ezt is beleteszem. És amit nem mondtam nektek, tegnap a nagymamájánál járt, és ő mindig szokott spagetti szószt készíteni. Ez nem fogyott el, úgyhogy a másik tekercsbe majd még ezt fogom, vagy ezt is bele fogom kenni. Hogy kárba ne vesszen semmi. És akkor ezt most jól megszórom sajttal. Zöldségfélét most nem fogok ebbe beletenni. Ott benne van a sajt. Jó bénán. Ó, nem a szélénél kezdtem. Hát igen. Ezt egy picit elrontottam. De se baj. Így. És akkor kész is van neki az egyik tekercs. Majd mindjárt készítem a másikat. Az enyémbe pedig csak majd babpüré lesz, és a sajt semmi más. Ezt ide teszem, veszek el egy másik tányért. Majd egy picit a mikróba egyébként be fogom tenni, melegíteni. Jön akkor a következő. Megmelegítettem ezt a spagetti szószt, amit a mamától kaptunk. Szépen ne legyengetem neki rajt. Dobok rá a húsiból.
És akkor jön még a sajt. Ez egyébként sima trapista sajt. Cheddarral még jobb lenne szerintem, vagy valamilyen kis erősebb sajttal. De most nem gondoltam, hogy ezt fogom készíteni. Jaj, hát kijön ez is. Nagyon ügyes vagyok. És akkor, hát ez lesz majd a férjemé. És elkészítem az enyémet, hát ezeket én lekotrom a tányéromról. Ezeket a kis húsi maradványokat. Akkor nekem is jön egy kukercs. Jön rá a babpüré. Hát lehet, hogy egy kicsit sok lesz bele. Nem baj. Gyerkenem a szélén. Én tudom, hogy beszokták hajtani a szélét. Én nem szeretem, mert akkor ott olyan vastag a tészta, és akkor nincs benn. Hát olyan jóféle cucc. És akkor megszórom sajttal. És ennyi. Ez pedig az én ebédem. Én nem eszem kettőt ebből. Én egyet fogok enni. És kész is van. Jól összekentem mindent, szokásomhoz híven, de ezt szerintem már láttam tőlem többször. Nálam állandóan ez történik. Na. Elpakolom gyorsan. És akkor mindjárt mutatom. Törlöm a tányért, mert hát nem túl bizalomgerjesztő így. És akkor nézzük. Ez akkor itt az én ebédem, ami babpüré és sajt, és ez pedig a férjemé, ebben van benne egy kis babpüré, egy kis spagetti szósz és egy kis hús, egy kis sajt. Ebben van babpüré, elég sok csirkemell és sajt. És akkor kicsit átmelegítjük majd, és már eszünk is. És nézzétek, hogy összemelegítettem, ilyen jól megfogy benne a sajt.